Köszönöm szépen! Igazából egyszer már voltam itt, bár nem ezen az ifi alkalmon, hanem itt a Tyrannosz házban, itt a srácokkal mellettettük egy jó estét, akkor egy másik témáról beszéltem meg. Amúgy én a baptistákhoz mindig szívesen jövök, mert hát sokan vannak, akik tudják rólam, hogy megtérésem után másfél évig baptista gyülekezetbe jártam. Úgyhogy kicsit ilyen hazatérés is azért, így szívesen vagyok köztetek, és köszönöm szépen a meghívást. A baptistákról eszembe jut egy történet még, amikor az egyszeri református lelkész elkerült egy kisebb faluba, egy olyan faluba, ahol nem volt baptista gyülekezet, csak református, meg katolikus, és gondolta, hogy hát meglátogatja ezt a baptista testvért is. Amikor este felé bekopogott nála az ajtón, akkor azt látta, hogy senki sem válaszol, nem nyitnak ajtót, viszont valami motozást hallott belül, és hát gondolkodott, most mit csináljon, hát várt, nem nyitnak ajtót. A baptisták azok úgy ismerik a Bibliát, ez tényleg igaz, és tudjátok, hagyjuk neki egy bibliai verset, és fölírta szépen, hogy Jelenések 3:20, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, aki meghallja az én hangomat és ajtót nyit, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. Hát el is ment. Másnap, ahogy kinyitja a paroki ajtát, látja, hogy rajta van egy cetli, és a következő van ráírva. 1 Mózes 3:10, az ember így felelt, meghallottam hangodat, és megijedtem, mert mezítelen valék. Ezért rejtőztem el. Na hát szóval, igen, a mezítelenség, a fürdőszoba és a szégyen, amit már látjátok, ezek azok a témák, amit most itt elő fogunk venni. Azért nem azt írtam, hogy tükröm, mert elég tág volt az a megjelölés, hogy miről beszéljünk, önképről, igen, szégyenről, meztelenségről, nemiségről, mindenféléről, és az egy kicsit túl sok lett volna. Úgyhogy most le fogjuk szűkíteni azért, és a szégyen érzéséről, és némileg a meztelenség érzéséről fogunk beszélni valamennyit. Következőképpen gondoltam felépíteni az előadást. Először a szégyen erejéről beszélnék, azután arról, hogy mi is tulajdonképpen a szégyen, hogyan tudjuk ezt definiálni, tehát, hogy milyen rossz reakciókat tudunk adni a szégyenre, és végül, hogy hogyan lehet gyógyulni belőle. De kezdjük egy film részlettel, ami annyi bevezetőt mondanék. Nem tudom, hogy van-e, aki látta a Felolvasó című filmet. Kezeket fel. Nem olyan sokan. Jó, akkor most le fogok lőni egy-két dolgot azonnak, még nem látták, sajnos. 2008-as film, szóval volt 5 évetek, vagy 6, hogy megnézzétek, úgyhogy most már ne hibáztassatok, hogy elmondom. A lényeg az, hogy Kate Winslet a főszereplője, egy fiatal fiúval kapcsolatba kerül, ilyen szerelmi kapcsolatba, aki felolvas neki rendszeresen, és ezen a film elején az ő szerelmi kapcsolatok, és a film második felében viszont kiderül, hogy őt bíróság elé állítják, ezt a nőt, méghozzá ilyen náci bűnök miatt, mert ő SS őr volt, tehát női fogikat vigyáztak, és egy egészen borzasztó esetben felelősségre vonják őt is 300 zsidó nő halála miatt. Ezen kívül azzal vádolják meg, hogy nemcsak, hogy részben felelőssége volt, hanem hogy ő írt egy jelentést, amiben hazugságot ír le. Ez az, amit előre kell tudni róla, illetve az, hogy a film során már kezdjük sejteni, és itt kiderül, de annak nem biztos, aki nem látta a film elejét, hogy ez a nő nem tud írni, olvasni, de ezt nagyon nagy titokban tartja és szégyelli. Úgyhogy itt kapcsolódjunk be a filmbe, a tárgyalás jelenetébe. Hang nincs, azt hiszem. Tudja, hogy mit mondanak? Hogy ön volt a parancsnok. Visszatekerni, de oda. Ez nem igaz, én csak az egyik ő voltam. Ő volt a parancsnok. Jó, tehát döntést hozott. Inkább halljanak meg, mint hogy a szökésüket kockáztassa. A többi vádlott. Mind ugyanazt mondja önről. Tudja, hogy mit mondanak? Ne.
hogy ön volt a parancsnok. Ez nem igaz, én csak az egyik őr voltam. Ő volt a parancsnok. Ő az volt. Ötlete volt. Természetesen. Ön írta a jelentést? Nem, nem, megbeszéltük, hogy mit írunk le. Együtt, együtt csináltuk meg. Ő írta az ő jelentése. Ő volt a felelős. Igaz ez? Nem, ő volt az. Számít, hogy ki írta? Ő volt. Igen, te. Ellenőrizni fogjuk a kézírását. Hogy? Hogy a kézírásom? Igen, hogy megállapítsuk, ki írta a jelentést. Nos... Elnézést, de nem tudom, hogy lehetséges ez. Azóta többi 20 év telt el. Ügyvéd úr, üljön le! Össze akar vetni egy 20 évvel korábbi iratot. Ügyvéd úr, kérem, jöjjön ki ide! Úgy vélem, hátráltatni próbálja az eljárást. A szó sincs. A jogi kategóriákban gondolkodom. Inkább te olvasd fel. Túlságosan hosszú idő telt el azóta, hogy... Nincs rá szükség. Tényleg én írtam. Rendet kérek! Rendet! Nem kell megtapsolni, köszönöm szépen. Kapott érte egy Oscart, úgyhogy most már nem kell megtapsolni. Akkor megtapsolták nagyon. Azért játszottam le ezt a filmet, mert szerintem zseniálisan mutatja be azt, hogy milyen hatalmas erő tud lenni a szégyen. Hogy mi mindenre rá tud venni bennünket. Itt van ez a nő, akit azzal vádolnak, hogy megölt egy csomó embert, és úgy dönt, hogy inkább ez a vád, mint hogy kiderüljön az ő szégyene, hogy nem tud írni, olvasni. És ez a szégyen, ez olyan dolog, ami alól egyikünk sem mentesül. Tehát ez nem olyan dolog, hogy mondjuk hívőnek nincsen, hitetlennek van, vagy bármi ilyesmi, ezzel mindannyian találkozunk. Sőt, azt kell mondanom, hogy manapság, főleg a fogyasztói kultúrában tudatosan gerjesztik a szégyent bennünk. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már, én legalábbis rendszeresen érzem ezt, hogyha mondjuk Budapesten, főleg ugye az ember elmegy egy bevásárló központba, és látja ezeket a képeket, az ilyen olajos testű, recés hasú férfiakról, meg tényleg, ahogy fel vannak öltözve, minden az emberben óhatatlanul is megjelenik egy ilyen szégyen. Gondolom a lányokban ugyanígy, hogy amikor látják ezeket a top modelleket, akik számítógéppel ki vannak retusálva, azt érezzük, hogy te jó ég, hát én nem így nézek ki, és le kéne vennem a pólomat, hogy néznék én ki ehhez képest. Ugye, hogy szégyelnem kéne magam, hogy ott van a kis fodrocskáim, meg mit tudom én, hogy hát nem. Hogy szégyelnem magam, és ez tudatosan gerjesztik bennünk, igen, a reklámok az első része ennek. Méghozzá azért, hogy rögtön keressük a megváltást ebből a szégyenérzésből, úgy, hogyha megveszem azt a parfümöt, vagy azt a mobiltelefont, vagy azt a farmert, vagy nem tudom, akkor majd talán én is jobban hasonlítani fogok arra az emberre. Ebben nem akarok jobban belemenni, ez megérne egy egész külön előadást egyébként. Egy picit már dolgozom is ezen, hogy legyen egyszer egy ilyen előadás, de most még nincs. A lényeg az, hogy a reklámokkal és a fogyasztói kultúrában talán még sose voltunk ilyen nagy szégyen nyomásnak kitéve, mint most. Régebben másfajta szégyenek voltak. Aztán ott vannak a szüleink, illetve a családi hátterünk, de ez az iskolára is, és gyakran az anya szent egyházra is igaz, tehát a gyülekezeteinkre, hogy mivel a szégyen olyan hatalmas erő, és bármire rá lehet venni vele bennünket, akár arra, hogy megvegyünk dolgokat, ugye kisebb szinten, de másra is, ezért gyakran használják arra, hogy ugye neveljenek, vagy befolyásoljanak bennünket. Biztos, hogy itt mindenki vissza tud gondolni egy olyan esetre, amikor azt mondta neki anyukája, apukája, vagy valaki, aki nagyon fontos neki kisgyerekkorában, hogy szégyeld magad.
ugye úgy bennünk van ez az érzés, hogy szégyeld magad. És van olyan, hogy 20 év is eltelik, és visszagondolok egy esetre, amikor ezt hallottam, hogy szégyeld magad, és még most is szégyellem magam. És úgy érzem, hogy soha többet nem tudnám megcsinálni, amit akkor csináltam. Mekkora szégyent hoztam a szüleimre, vagy valakire, aki nekem fontos. Ezt megteszik az iskolában is, velünk elég gyakran, megteszik a gyülekezetekben is, mert így lehet minket befolyásolni. Hogy milyen szintű az, amennyire egy gyerekre hat a szégyenérzése, az legjobban az mutatja, hogy például gyerekbántalmazásoknál általában azt mondják a pszichológusok, hogy az egyik elsődleges oka, hogy a gyerek nem jelzi senkinek, hogy őt bántják otthon, mert szégyelli, mert megvan azzal fenyegetve, hogy ha ez kiderül, akkor ő rajta egy hatalmas szégyen lesz. Tehát olyan erős ez a dolog, hogy erősebb szinte az élet ösztönnél is a szégyen. És végül egy harmadik eset, a vádló. A Bibliában van a Zakariás könyvében egy nagyon érdekes kép a harmadik részben, amikor Jósua főpap, ezt nem szoktuk olyan sokat olvasni, azért mondom, de Jósua főpap áll Isten színe előtt, és piszkos ruhában van, mocskos ruhában van felöltözött, és ott áll a sátán, és vádolja őt. Aztán Istennek jön egy angyal, és mondja, hogy hallgass el, és átöltöztetik Jósua főpapot tiszta ruhába, de ez a kép, hogy a sátán ott áll mellettünk, és vádol bennünket, vagy ha valaki esetleg nem hisz a személyes sátánban, akkor azt mondom, hogy a lelki ismeretünk ott áll mellettünk, és vádol bennünket, és próbál szégyent terhelni ránk. Ez egy általános érzés, és rengeteg mindenre rá tud venni bennünket. A kis herceg jut eszembe, ugye, amikor kérdezi, hogy miért iszol, hát azért, mert szégyellem. Ugye, szégyellem, hogy iszok. És ez rá tud venni bennünket a saját tehát szinte bármire. Nem is akarok erről többet beszélni, de ez a szégyen erejét jól mutatja, hogy itt van ez a nő, aláírja, vagy kimondja, egy hamis önvallomást tesz azért, hogy a szégyen ne érje őt. Példa arra, amit mi átélünk napról napra. De akkor tulajdonképpen mi is a szégyen? Hogyan tudnánk definiálni? Hát először is a szégyen az egy olyan érzés, amikor azt érzem magamra igaznak, hogy elfogadhatatlan vagyok. Az elsőre menjünk rá, vagy menjünk itt van. Tehát, hogy elfogadhatatlan vagyok. Nem is arról van szó, hogy én rosszat csináltam, hanem elfogadhatatlan vagyok. Emlékszem, mikor 6 éves koromban megkaptam az első fekete pontomat, akkor zokogva rohantam haza, és anyukám karjaiba omlottam, és alig bírtam elmondani, hogy megkaptam a fekete pontomat. De nem azért, mert azt gondoltam, hogy a fekete pont az annyira szörnyű nagy bűn, hanem azt gondoltam, hogy én mostantól kezdve rossz gyerek vagyok. Hogy én mostantól kezdve engem nem fognak szeretni, elfogadhatatlan lettem. Én a rosszak közé tartozom. Ez az egyik része a szégyennek, a másik nagyon fontos része az, hogy ez mindig valakinek a szemében, tehát egy tekintet tartozik hozzá, ezért fontos a tükröm, vagy a saját magam szemében, vagy a mások szemében, a gyülekezetem, a közösségem szemében, vagy pedig az Isten szemében érzem úgy, hogy elfogadhatatlan vagyok, hogy engem nem lehet szeretni, hogy ez megengedhetetlen, amilyen én vagyok. És ez a nagy különbség a szégyen és a bűntudat között. A bűntudat mindig azt jelenti, vagy a bűn érzése, hogy én valami rosszat csináltam. A szégyen viszont azt jelenti, hogy én rossz vagyok, hogy én olyan fajta ember vagyok, aki ilyet tud csinálni. És emiatt van szerintem az, hogy erősebb érzés, mint a bűntudat. Hogy például a filmjelenetben azt látjuk, hogy a nő inkább azt választja, hogy vádolják meg egy elképesztő nagy bűnnel, mint hogy a szégyent kelljen hordoznia. Mert a bűn az csak a cselekedeteire vonatkozik, de a szégyen az őróla szól, az róla szól. Te vagy szörnyű, te vagy elfogadhatatlan, te vagy szerethetetlen. Ez tehát a különbség a szégyen és a bűntudat között. Mint hogy ennyire erős a szégyen, ezért mindenki próbál valamilyen módon tenni ellene.
két, illetve három megoldási kísérlet van, de csak kettőt írtam bele a prezibe sajnos. Az első az a szégyentelenség. A szégyennek az egyik ellentéte lehet a szégyentelenség. Most, amikor a szégyentelenségről van szó, gyakran szoktak beszélni a melegekről. Én nem gondolom egyébként, hogy a melegek nagy része szégyentelen lenne. Legalábbis azok, akiket ismerek, azok nem azok. De mondjuk egy ilyen felvonuláson tényleg vannak olyanok, akik azok közöttük. Ezt el lehet ismerni. Vannak heteroszexuálisok között is nagyon sokan szégyentelenek. De én azt mondom, és lehet, hogy ezen megbotránkoztatok sok mindenkit, hogy valahol megértem ezt a szégyentelenséget. Mert az embernek egy idő után elege lesz a szégyenből. És hogyha valaki 20-30 évet leél úgy, hogy egyfolytában szégyelnie kell magát, akkor egyszer csak átcsap a másik végedbe, és azt mondja, hogy tudjátok mit? Menjetek a francba. Én pontosan azt fogom csinálni, amitől undorodtok, amitől azt mondjátok, hogy gusztustalan, ami elfogadhatatlan, azért, hogy ne uralkodjon ez többé rajtam, ez az érzés. Tehát elegem van a szégyenből. Meg lehet érteni ezt a reakciót szerintem. Ettől függetlenül a tragédiája ennek a reakciónak az, hogy amikor ezt teszem, akkor még mindig ugyanúgy a szégyen irányít. Mert éppen az ellenkezőjét akarom csinálni mindig, mint amit a szégyen diktálna. Tehát tulajdonképpen még mindig a szégyen határozza meg, hogy merre állok, csak a másik irányba. Olyan, mint amikor a kis testvérem dac korszakban volt, biztos sokan tapasztaltok ezt, és fordítva volt bekötve. Tehát, hogyha azt akart, hogy vegye fel a pulcsiát, akkor mondták, hogy Józsika, fölnevedd a pulcsidat, maradj át trikóba. Na, erre gyorsan felvette a pulcsiát. Aztán, hogy ha azt akart, hogy már ne gépezzen, menjen ki játszani, akkor jaj, csak ki nem mennél játszani, hogy összepiszkold a ruhádat, de jó, hogy benn vagy, akkor egyből kiment, ugye? Tehát még mindig én irányítottam igazából. Ez nem olyan sokáig működött sajnos, aztán rájött, hogy megy ez, de egy kicsi ideig tudtam irányítani, mert tudtam, hogy ő azt hiszi, hogy nekem ellentmond, de valójában én irányítom, meg mindig csak az ellentétét csinálja annak, amit mondok. Ez a tragédia abban, hogyha valaki a szégyentelenséggel próbálja a szégyenét meggyógyítani. De ebben a körben azt hiszem sokkal jellemzőbb az, amit úgy nevezhetünk, hogy az önmagunk elutasítása. Picit rá tudnánk közelíteni a másodikra. Itt egy igét, még egyet. Ezt az igét Jézus mondja akkor, amikor a keresztet viszi, és azt mondja, hogy ne engem sírassatok, ugye az asszonyoknak ezt mondja, hanem hogy magatokat sírassatok, mert lesznek majd napok, amikor ezt mondjátok, akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak borítsatok el minket. Ugye ez, amikor az Isten tekintete elől, ez a végítéletnek egy borzasztó képe, hogy az Isten tekintete elől annyira el akarunk bújni, annyira szégyeljük magunkat, hogy már a hegyeket kérjük, hogy essenek ránk, és hogy a halmok borítsanak el minket. Ezt a Biblián kívüli szövegekben is szoktuk mondani, amikor nagyon szégyeljük magunkat, azt mondjuk, hogy majdnem elsüllyedtem szégyenemben, ugye? Vagy mondjuk, hogy szerettem volna, ha megnyílik a föld alattam, hogy elsüllyedjek. Úgy érezzük olyankor, hogy el akarunk bújni a tekintet elől, hogyha már bebizonyosodott, hogy elfogadhatatlanok vagyunk és undorítóak, akkor legalább ne lásson minket senki. Mert a tekintet az mindig hozzátartozik a szégyenhez, hogy valakinek a szemében vagyok elfogadhatatlan vagy undorító. Ez több vagy önvádban jelenik, vagy önítéletben, amikor én előbb el akarom ítélni magamat, mint mások. Biztos ismeritek ezt. Például én nagyon béna voltam fociban, de most már csak kicsit vagyok béna. De ennek az oka, hogy elkezdtem játszani, de az elején nem mertem játszani, és ha játszottam is, úgy kezdtem, hogy elkezdtem mondani, hogy jaj, én nagyon béna vagyok, én nagyon gáz vagyok, stb. Miért csináltam ezt? Persze szégyeltem, hogy az vagyok. Azért csináltam, mert nem szerettem volna, hogy más mondja. Ugye ez még mindig jobb, hogyha a saját szememben vagyok elfogadhatatlan, vagy szörnyű, vagy béna, mint hogyha más valaki mondja ki rám.
ezek az önítéletek, amikor magamról hirdetem, hogy mennyire szörnyű vagyok, bűnös vagyok, és ezt keresztény gyülekezetekben elég gyakran tapasztalom, a miénkben is persze. Ennek egy formája a testgyűlölete, menjünk egy picit lejjebb, amikor a testünket ellenségnek tekintjük, mert azt mondjuk, hogy így legalább azt az undorítóságot, amit magamban érzek, azt el tudom határolni. Ugye azt mondom, hogy a testem az ilyen. És akkor leválasztom, hogy a testem az szörnyű, az undorító, szexuális vágyaim vannak, meg mit tudom, miket csináltam, és hogy ez egy borzasztó dolog. Az be van oda zárva a fürdőszobába, hogy úgy mondjuk. És akkor a lelkem, na hát a lelkem még az valami, az még oké. Okay. Ez egy ilyen meghasadtságot okoz bennünk, de azért csináljuk, mert legalább így le tudom határolni a szégyent. Azt mondom, hogy nem az egész lényem, ami undorító és elfogadatlan, hanem csak a testem. És ez még mindig kibírhatóbb, mint hogyha úgy unblock mondja rám valaki, hogy gusztustalan vagyok, és nem is kéne lennem. Még egy picit megyünk lejjebb, de aztán ennél már nem lesz sötétebb hangulatú. Erre van a Bibliának egy nagyon plasztikus képe. Ez a féregnek a képe. Lépjünk egyet tovább. A féregnek a képe. Három embert, menjünk egyet meg oda. Három ember van, aki ezt használta. Az egyik Dennis Rodman, a másik Ézsaiás proféta, a harmadik Jézus Krisztus. Dennis Rodman, aki írt magáról egy könyvet. Én nem olvastam ezt a könyvet, csak úgy gimis koromban nagyon menő volt a könyv, de tudom nagyjából, hogy miről szól. Ez Dennis Rodmannek a kicsapongásairól szól, tehát a szégyentelenségéről tulajdonképpen. És ő maga így ezt a címet adta neki, hogy ez egy kosárlabda játékos volt, nem tudom, hogy még mindig játszik-e. És ő maga adta ezt a címet, hogy a féreg. Hát így nevezte el saját magát. De ez a kép a Ézsaiás proféta könyvében ugyanúgy megjelenik a legvégén, mint a kárhozatnak a képe. Azt olvassuk ott, hogy nem tudott a happy end-el végződik Ézsaiás könyve egyébként, a legutolsó vers így hangzik. Amikor eltávoznak, meglátják azoknak a holttestét, akik hűtlenül elhagytak engem, nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük. A kárhozatnak egy kép, hogy a féreg az, ami elbújik a fény elől, tehát a sötétben találjuk, a föld alatt, ott, ahol nem látja senki, ami összegubózódik, ugye, hogy ne lehessen, hogy minél kevesebb látszon belőle, és amitől undorodunk, és alacsonyabb rendű, mint az ember. És a harmadik pedig Jézus, aki saját magára áttételesen használja, mert tudjuk, hogy a kereszten a 22. Zsoltárt imádkozza. Én Istenem, miért hagytál el? Nem tudjuk, hogy végig imádkozta el a Zsoltárt, de minden esetre elkezdte. És ez a Zsoltár egy pár versre később úgy folytatódik, hogy de én féreg vagyok, nem ember. Tehát Jézus Krisztus maga, amikor ott van a kereszten, és magára vette a szégyenünket, és kiszolgáltatva, ugye valószínűleg ilyen lepel nélkül, ott van a kereszten, azt mondja, hogy ez a kép, hogy én féreg vagyok, nem ember. Nincs méltóságom, undorító vagyok, az emberek elfordulnak tőlem, szégyen van rajtam. Ez a kép tehát jól leírja azt, hogy mi is az a szégyen, vagy mit is érzünk, akkor ez a féreg, ami próbál elbújni. Na most innen, most már fölfele indulunk az előadásban, ennél rosszabb nem lesz. Mondhatnám azt, vagy lehet, hogy úgy is lehetne folytatni itt az üzenetet, hogy bebizonyítjuk, hogy nem vagyunk azok. Ugye, akár az Istennek, akár saját magunknak, akár a többi embernek, hogy én nem vagyok féreg, nem vagyok undorító. És lehet, hogy ez nem lenne egy rossz út. De én azt hiszem, hogy a Biblia ennél valami még érdekesebbet tesz. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz menjünk egy következő igerészre, Ézsaiás könyvéből, az Ézsaiás 41.14.
Ezt mondja ott, hogy ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael. Milyen érdekes ez a mondat, hogy ne félj, férgecske Jákob. Ez a férgecskét, ezt a mi fordítóink tették ilyenné, de jól érezték. Szerintem egyébként ugyanaz a szó van ott, mint az előbbi kárhozatos igénél, féreg, ugyanúgy féreg. Tehát Isten leférgez bennünket, vagy nem mondja, hogy nem vagyunk azok, de valami nagy-nagy szeretet van mégis ebben a mondatban. Ne félj, férgecske Jákob. És ezért azt akarom, ez a fő üzenet ma estére, hogy az evangélium elsősorban nem arról szól, hogy nekünk bebizonyítsa, hogy mennyivel, hogy nem vagyunk elfogadhatatlanok. Eljutunk ide is. De a kezdete az, hogy a tekintet változik meg. Ugye azt mondtuk, hogy a szégyen az alapvetően két részből áll, ebből, hogy elfogadhatatlan vagyok, és valakinek a szemében vagyok az, valakinek a szemében, akár a sajátomban, akár egy másik ember, akár Istenében. Az Isten úgy kezdi meg a gyógyító munkáját, hogy a tekintet változik meg. És azt mondja, hogy úgy érzed magad, mint egy férgecske? Én akkor is itt foglak a tenyeremen, maroknyi kis férgecske, és szeretlek, ne félj. És ez a tekintet az, ami mindent elkezd megváltoztatni bennünk, a keresztény ember, amikor először megérzem magamon ezt a tekintetet. Hogy abban az állapotomban is, amit a legundorítóbbnak tartok, rajtam van egy ilyen jó indulatú tekintet. Ott az alsó sarokban látjátok, az én sem ítélek el téged, ezt az igét. Emlékeztek, hogy ezt kimondja kinek. Ott van egyszer egy nő, aki összegörnyedve, ugye tényleg mint egy féreg, oda van dobva az emberek elé, mert rajta kapták, hogy paráználkodott, és a férjét megcsalta. És oda rángatják a nagy, dicsőséges és tiszteletre méltó emberek elé, és a rengeteg tekintet rámered, és mindegyik azt mondja, hogy ez egy undorító valaki. Ez annyira undorító, hogy meg kéne ölni. És egyetlen egy tekintet van, aki azt mondja, hogy én sem ítélek el téged. És ez a tekintet megváltoztatja ennek a nőnek az életét. Az Isten tekintete rajtunk ezt jelenti. És nagyon fontos dolog, én azért mondom, biztos tudjátok, de én még most is észreveszem magamon, hogy ezt nem hiszem el. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy az Isten tekintete az így meg úgy, az mindig változik rajtunk, hogy mindig máshogy néz ránk. Tehát ha templomba megyek, ha eljövök az esti ifire, hogyha ha jó vagyok, adakozó, megtartóztatom magam, böjtölök, stb., akkor ilyen kedvesen atyainan ellágyul, és akkor néz rám, és jaj, de aranyos vagy, én drága gyermekem, kedves fiam, kedves lányom. De hogyha beleesek valami bűnbe, hogyha pornót nézek, vagy elbukok szexuálisan, vagy a fürdőszobában nézegetem a hájfodrocskáimat, és azt mondom, hogy milyen rondán nézek ki, vagy a pattanásaimat, vagy nem tudom, és hogy valahol mélyen a szívemben azt gondolom, hogy az Isten is undorodik tőlem. Hogy lássuk be, vagy én legalábbis lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, de a szívünk mélyen valahol azt hiszük, hogy na ilyenkor ő is undorodik. És azt mondja, hogy tényleg elfogadhatatlan vagy. Azért csodálatos ez az ige a számomra, azon kevésségek közé tartozik, aminek még a számát is tudom, én nem vagyok baptista sajnos, és nem tudom az ilyen számokat általában, de ezt tudtam fejből, hogy Ézsaiás 41:14, mondjuk könnyű is megegyezni, de mert ez valami fantasztikus, hogy amikor rám néz az Isten, azokban a bizonyos legborzalmasabb állapotaimban, amit soha senkinek nem mutatnék meg, vagy nem mondanék el, magam előtt is alig bírom elviselni. És nem is azt mondja, hogy ne félj, te férgecske, hogy én nem undorodom tőled.
Annyit beszélünk arról, hogy Jézus felvitte a bűneinket a keresztre. Ugye ezt mindig el szoktuk mondani. De az, hogy a szégyenünket felvitte a keresztre, arról ritkán esik szó. Az, hogy ez a múlt, hogy nekem nincs jogom többé azt mondani magamra, hogy undorító vagyok. Mert hogyha Jézus ott elimádkozta az, hogy én féreg vagyok, nem ember, akkor felvitte a szégyenemet is a keresztre, és az ott meghalt. Nincs többé. Az azt jelenti, hogy ha rátok néz az Isten, amikor ránk néz az Isten, akkor Jézuson keresztül lát minket, és nincs egyetlen egy atom bennetek, amit ő nem tartana jónak. Nincs egyetlen egy sejtetek, amit ő ne tartana szépnek. Nincs semmi bennetek, amit ő ne tartana kívánatosnak. Nincs szégyen. Már ha elhisszük, hogy ezt legyőzte Jézus, tényleg nehéz ezt megélni, mert azt gondolja az ember tényleg, hogy ez ide-oda ugrál az Isten tekintete. Amikor jó vagyok, akkor kívánatos, szeres, stb. Rossz vagyok, undorodik. Nem. Végül ezt két képpel szeretném érzékeltetni, hogy mi az, amit az Isten elkészített nekünk. A szégyent eltörölte, nem úgy, hogy meggyőzött bennünket, hogy te aztán tényleg szuper vagy, és hogy stb. Hanem úgy, hogy a tekintete megváltozott, és ettől valahogy megváltozott minden. De az új szövetség népének, azoknak, akik a Krisztusban vannak, valami egész mást mond. Az első kép mind a kettő a dicsőségről szól, ami a szégyennek az igazi ellentéte. A szégyennek nem a szégyentelenség az ellentéte, hanem a valóságos ellentéte a dicsőség. Talán a nők szívéhez jobban szól a Biblia egyik legutolsó verse, a Jelenések 21, amikor már mindennek a végén vagyunk, persze ez nem időben kell nézni, hanem az Isten ideje szerint, és ezt olvassuk, hogy és a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Amikor az Isten ránk néz, akkor valami ilyesmit csinálhat, nem tudom, de ez az ige erről szól, hogy hát hogy néz a vőlegény a mennyasszonyra, amikor ez belép? Nem úgy néz, hogy ó, drágám, te elmehettél volna az egy kozmetikus, az, hogy nézel ki? Hogy pattanások, meg hájfodrocskák, meg mit csináltál tegnap este, te jó ég? Nem, ugye, hanem azt mondja, hogy hát szerelmes tekintet, azt mondja, hogy hát egy gyönyörű vagy, hát fel vagy ékesítve az én számomra, hogy én szeretlek, hát fantasztikusan nézel ki. Nekünk férfiaknak lehet, ez egy kicsit meredek kép, úgyhogy, de nem baj, ránk is gondolt az Isten, hál' Istennek. Menjünk a másik képre. Igen. Hát hajlamos lennék azt gondolni, hogy Isten úgy néz ki, mint Gandalf, de nem hiszem azért, nem hiszem, de ez egy nagyon megható, és egyébként szerintem csak a bővített változatban van benne ez, amúgy, mert a sima változatban már úgy jön ki Aragorn, hogy meg van koronázva, de milyen fontos, hogy az Isten megkoronáz bennünket, énekeltünk róla az elején, hogy koronát ad a fejünkre, megkoronáz minket dicsőséggel. És ez azt jelenti, hogy az a dicsőség, amit Jézusnak szánt, az valahogy ránk száll. És a király, egy király Zsoltár, a 45. Zsoltár a következőképpen hangzik. Mi lenne, hogyha ezt most magunkra nézve hallgatnánk? Ezt írja. Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla. Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre. Kösd derekadra kardodat, te hős, ölcs pompás díszruhát.
Ed ízben jár sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében. Jobbot félelmetes dolgokra tanítson, nyilait hegyesek, átjárják a király ellenségeinek szívét, népek kerülnek hatalmadba. Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társait közül Isten, a te Istened örömolajával. Milyen jó lenne ezt tényleg elhinni, férfiak, nem? Hogy az Isten így néz ránk, azt mondja, hogy te egy hős vagy. Fontos feladatom van a számodra. Rád bízok dolgokat. Mert tudom, hogy te szereted az igazságot. És ez a valóságos éned. Az, amit Krisztusban kaptál. Persze mondhatnánk azt, hogy hát igen, de azért legyünk óvatosabbak. Mondjuk azt, hogy ez majd inkább, majd egyszer, ugye, amikor majd ott leszünk a mennyben, vagy ki tudja, a feltámadásban, addig ne mondjunk ilyeneket magunkra, hogy az Isten úgy néz ránk, mint a tökéletesek lennénk, hogy az Isten gyönyörködik bennünk, hogy az Isten azt mondja, hogy szeret és kíván bennünket. De én azt gondolom, hogy a hit az pontosan ezt jelenti. Amikor a keresztény ember mindannak ellenére, ami történik, a fürdőszobádban, a hálószobádban, a gondolataidban. Elkezdünk megtanulni az Isten szemével látni. És már most úgy látjuk magunkat, ahogy ő. Ez nem egyik pillanatról a másikra megy. Ez évek munkája. Hagyni kell, hogy az ő tekintete megnyugodjon rajtunk néha-néha. És néha pont azokban a pillanatokban, amikor a legjobban szégyellitek magatokat. És akkor szoktunk ugye összekucorodni és elbújni a sötétben. Pont akkor kellene az Isten tekintetét hagyni, hogy rád szegeződjön. Hogy kimondja fölötted, hogy ne félj, férgecske. Én most is szeretlek. Ha ez megtörténik, az fantasztikus dolgokat hoz létre az életünkben. Akkor elkezdünk más emberekre is úgy nézni, ahogy az Isten néz rá. Elkezdünk erre a világra úgy nézni. És ettől a tekintettől megváltozik az a másik ember, és megváltozik a világ is. Ne bújjunk el, hanem ragadjuk meg ezt az igét. Aki Jézusban hisz, nem szégyenül meg. Éljetek szabadon. Amen.